Csillagpont hírek. A Csillagpont rádió hírműsora. Felhígult az ingatlan közvetítői piac, folyamatosan működik tovább a digitális középiskola a földesben, ismét ingyen utazhatnak a szurkolók. Diós köszöntöm Önöket, Önök a Csillagpont rádió híreit hallják. 2016. augusztus 21-én vasárnap 16 óra 30 a szerkesztőtől Kecskés Ákostal. Felhígult az ingatlan közvetítői piac, egyre több magánember fordul a Magyar Ingatlan Közvetítők Országos Szövetségének Etikai Bizottságához panaszaival. Sándor Viktória, az etikai bizottság elnöke azt mondta, bár van etikai kódex, de ezt csak az irodák 60-70 a írta alá, ezen és a jogszabályokon kívül semmilyen norma nem köti az ingatlan közvetítőket ahhoz, hogy etikusan járjanak el. A vásárlóknak azt tanácsolja, hogy ellenőrizni kell a kiválasztott közvetítőt a jegyzőknél. A szakmai névjegyzékben végig kell olvasni a szerződéseket, referenciákat kell kérni és utána kell nézni a cégek a nyilvános adatbázisokban. Most Sándor Viktóriát hallják. Nagyon sokan nyargalnak át, hogy ilyen slengeléjek az ingatlan közvetítői szakmára mert úgy látják, hogy most nagyon gyorsan lehet nagy pénzeket keresni. Látjuk azt, hogy ha valaki egy egyik szakmában nem sikeres, próbál az ingatlan közvetítői szakmába betagozódni, és akként próbálkozni. Ez nem mindig sikerül. Ha valakinek nincs kitartása két-három hónap alatt nem tud pénzt keresni, akkor sajnos tovább is áll. Tehát azt látjuk, hogy nagyon sokan nagyon nagyon a fluktuáció a szakmán belül. És valóban, miután valaki csak két-három max hónapra maximum fél évre gondolkodik ebben a témában, és nem egy élethosszig tartó tevékenységként fogja fel, akkor ö, teljesen mindegy, hogy milyen morállal áll ehhez a kérdéshez. Sokszor lakossági bejelentéseket kapunk, akik paraszkodnak az ingatlan közvetítők magatartása ellen, de nagyon sokszor ingatlan közvetítő az ingatlan közvetítőt panaszolja be, megkerülés miatt, vevő elvétel miatt. Ö, sokan a vevők közül megpróbálják az ingatlanosokat megkerülni, ott az ingatlanos próbával a jogorvoslatot kapni, nyilván ez egy nehézkesett kérdés. Egy Isuzu márkájú Citybus típusú autóbuszt tesztel a közlekedési vállalat főként az 5-ös, 15-ös, 28-as, 68-as és 69-es viszonylaton. A próbaüzemeltetés célja, hogy helyi körülmények között gyűjthessenek tapasztalatokat a közlekedési szakemberek a jármű műszaki és forgalmi tulajdonságairól. A midibus 9,5 méter hosszú, városi kialakítású Részben alacsony padlós jármű hajtásáról Euro 6-os motor gondoskodik, 24 ülő, 37 álló, illetve egy kerekes székes babakocsis utas szállítását tudja biztosítani. Ez a részben magyar gyártmányú MIDI busz, amelynek például az Ellison automata váltója Szentgotthárdon készül. A legerősebb tűzoltót keresték, a közelmúltban több mint 20 kilóval futottak, cipekedtek, ugrottak át akadályokat és pakoltak arrébb több 10 kilós súlyokat a Borsod megyei tűzoltók. A negyedik alkalommal megrendezett legerősebb tűzoltó páros versenyen a megye kilenc parancsnokságáról érkeztek a hősök, hogy bebizonyítsák ők a megye legerősebb tűzoltói autóból kipattanni, gázmaszkot felvenni, fecskendőket összekapcsolni és indulhat a futás. Így kezdődik egy bevetés a tűzoltóknál. A megye legerősebb tűzoltóját kereső versenyen így is indultak a két fős csapatok. A feladatok nagyon hasonlítottak a mindennapi munkájukhoz, itt is az idővel versenyeztek elsősorban, és itt is sok múlt a fizikai állapotom. Ez csak két-két és fél perc, de nagyon el lehet benne fáradni fizikálisan, mondta a helyszínen Csáti Szabol a Borsodabói zempén megyei katasztrófavédelmi védelmi igazgatóság tűzoltója. Le vagyunk terhelve a védőruhában, a csizmában és a sisakban. Ráadásul a tájékozódás sem ugyanolyan a légző állarcban, úgyhogy eléggé fárasztó embert próbáló feladatok ezek. A Miskolci tűzoltó elmondta, hogy a versenyen nagyjából 25 kilót cipeltek magukon, de ha a teljes felszerelés a rajtuk van, az akár a 40 kg is eléri. Ezzel kell futni, és ha kell akadályokon átmászni, továbbá embereket kimenteni a lángoló épületekből. A valóságos szituációkhoz hasonlatos feladatokat összesen 26 tűzoltó oldotta meg. Borsot 9 tűzoltó parancsnokságáról érkezett a 13 csapata versenyre. A lényege ennek a versenynek az, hogy a fortélyokat, az erőt, a gyorsaságot, ami a mindennapi tűzoltói munka során adódik, bemutassák, mondta Dócs Róbert, a, a Borsodabói Zemplén megyei katasztrófa igazgatóság kirendeltség vezetője. És azon múlik, hogy ki milyen erővel és ki milyen gyorsasággal rendelkezik, valamint ki milyen gyorsan tudja ezt az akadálypályát leküzdeni. A tűzoltóknak folyamatosan figyelniük kell az erőnlétükre. Az egész világon rendeznek legerősebb tűzoltó páros versenyt. Borsodban négy éve merült fel a megmérettetés igénye. Folyamatosan működik tovább a Digitális Középiskola a Földesben. A következő tanévre is várják a tovább tanulni vágyó hallgatók jelentkezését. A speciális képzésben halmozottan hátrányos helyzetű lakosok vehetnek részt, akik a 12. évfolyam után érettségi vizsgát tehetnek. A Digitális Középiskolában gimnáziumi oktatás folyik a Földes Ferenc Gimnázium pedagógiai programja alapján. A 2003. szeptemberében borsoda zemplén megye területén kísérleti jelleggel indult digitális középiskola folyamatosan működik tovább, így ismét várják a tovább tanulni vágyó hallgatók jelentkezését a soron következő tanévre is. A pót beiratkozás 2016. augusztus 24-én szerdán 8 és 16 óra között lesz a Földes Gimnáziumban. A helyszínen is van lehetőség jelentkezési lap kitöltésére, csak a jelentkezők hozzanak magukkal személyigazolványt, lakcímkártyát, tajkártyát, önéletrajzot és bizonyítványmásolatokat. Az intézmény, illetve a program célja a megye halmozottan hátrányos lakosai számára biztosítani a tanulási lehetőséget lakókörnyezetükben vagy annak közelében. A 12. évfolyam befejezését követően érettségi vizsga tehető, mely lehetőséget biztosít főiskolai, egyetemi tanulmányok folytatására illetve az érettségihez kötött szakképzések megszerzésére. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az iskola sikeresen működik jelenleg 9., 10., 11. és 12. évfolyammal. Az idén leérettségizett a digitális középiskola 10. végzős osztálya. Ismét ingyen utazhatnak ma a szurkolók Diósgyőrbe. A Diósgyőri drukkerek érvényes DVTK szurkolói jegy vagy bérlet birtokában térítésmentesen utazhatnak az MVK ZRT járatain. A DVTK vasas mérkőzésre a mai napon írja közleményében a közlekedési vállalat. A szurkolók tehát augusztus 21-én vasárnap 16 és 22 óra között utazhatnak ingyen Miskolcon. Reméljük a Diósgyőr szurkolói élnek majd a lehetőséggel, így nem csak az ilyenkor szokásos közlekedési dugók és a parkolási gondok kerülhetők el, hanem a drukkerek a jó hangulatú közös utazással összetartozásukat, közösségük nagyságát is meg tudják mutatni, írja közleményében a közlekedési vállalat. A szerelvények menetrend szerint 7-8 perces követési idővel közlekednek, illetve a stadion elérhető a belváros felől az egyes autóbusszal is. A labdarúgó mérkőzésre érkező vendégszurkolók miatt útlezárás lesz, így 16 óra 45 perc és 18 óra, illetve 20 óra és 21 óra között a 29-es járatok nem érintik a Diósgyőri Ipari Park és a Diósgyőri Kórház megálló helyet. Köszönöm a figyelmet, Önök a Csillagpont Rádió hírét hallották. Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.